Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a színelmélet nevű sorozatomnak a következő része, és elnézést, hogy ennyi idő eltelt az előző rész óta, de sajnos vizsgaidőszakom van, meg ZH-kat értem, meg ilyesmi, és nem volt időm leülni a számítógéphez, és úgy látszik, hogy May úgy gondolta, hogy neki tök jó lesz, hogyha belemegy a hűtőszekrénybe. Na mindegy, ő tudja, viszont itt elromlott egy ilyen kis cuccunk, amit kijavítunk, egy ilyen kis neonunk, amiket imádok, csak sajnos túl gyakran tönkre mennek. Inkább javítsuk meg. Nagyon sok pénzbe kerülne állandóan megcsinálni őket, és arról szól ez a sorozat, ugyebár ezt így leginkább magamnak ismétlem át, hogy tudjam, hogy mit is csinálunk éppen, hogy mi egy freelancer karriert választott magának, méghozzá a grafikust, és ebben a karrierben próbálunk tevékenykedni, és néha azért felfedezzük a várost, másodlagos életcélunk, illetve nem életcélunk, de az én másodlagos célom mivel összegyűjteni az összes városi receptet, hogy mindenféle kaját meg tudjunk csinálni, úgyhogy a városban fogunk enni legtöbbször, bár ezt most jól elrontottam az elején, amikor azt mondtam neki, hogy egy ilyen maradékot a hűtőszekrényéből, na de se baj. Hello, csávó! Szia, csávó! Ennyi volt? Kicsit gyanús voltál, hogy csak úgy elsétáltál a folyosón, gondolom meg akarta nézni, hogy itthon vagyunk-e, hogy kirabolhasson. Kár, hogy nincsenek betörők a Sims 4-ben. Most már én nagyon várnám őket. Remélem, hogy hozzáadják őket a játékhoz, mint például a tipegőket és egyebeket, mert hello, eltelt 5 év. Neighborhood Brawl. Nem szeretnék verekedni, úgyhogy ezt a Halliday-t úgy kiixeljük. Purmei. Most szomorúan miatt, hogy a Neighborhood Brawl nem sikerült olyan jól. Be fogsz pisilni. Szomorú dolgok ezek, nem baj. Még ott turkálsz abba a szemétbe egy kicsit, és akkor utána elmehetsz pisilni. Meg fürdeni is ígérem. Use. Take a shower. És ezt kidobom neked, mert ilyen jó fej kis nagy testvéred vagyok itt a látatlan univerzumban. Jó messziről felügyellek. Na. Ha elintéztük ezt a pisifürcsi dolgot, nézzünk egy kis tévét, és utána dolgozunk valamit. Ez a terv. Aztán ki tudja, mi történik. Gyerünk mi! Produktív napodnak kell lennie. Nekem is produktív napom van. Gyerünk! Ó, Jézusom, azt hittem, hogy elromlott a WC, de csak úgy döntött, hogy ilyen kis sót ad a senkinek. Ilyen kis vízi előadást. És persze, mire oda mentem, befejezte. Amúgy, na azért, messziről ezek nem mentek. Ezek a kis golyóbisok a lábalámpába is kezdtem egy kicsit elszomorodni. Vajon úgy megy, mint egy rendes lábalámpa, hogy ez így le is esik? Wow. Nagyon lenyűgöző technika ebben a játékban. Felpörgetem kicsit az időt, hogy haladjunk a dolgokra. Amúgy miért gyerekcsatornát nézel? Ez a gyerekcsatorna, nem? Szerintem igen. Az amúgy egy csávó volt szoknyában? Vagy csak egy nagyon izmos nő. Nem annyira jó a képminőség ezen a kis olcsó tévén, úgyhogy nem tudom megállapítani. De mi úgy látszik, imádja, vagyis legalábbis élvezi a gyerekcsatornát. Mit kell csinálnunk? Study design documents. Ezt valószínűleg itt tudjuk megcsinálni. Bizony. Ezután pedig kell egy karakter koncepciót készítenünk a sketchpadünkön. Köszi Aaron. Vagy nem tudom, hogy mondják a nevedet. Mindegy. Hívjuk Aaronnak azt a csávót. Hogy gratuláltál az új barátságunk miatt. És hogy állunk amúgy az emberekkel? Mert valakivel mentünk randizni, nem? Diego-t akartuk elkapni egyébként, de ezek szerint nem mentünk randira senkivel. Szomorú. Hey neighbor, I'm bored. Of course. Bejöhetsz. Gyere. Ne. Hey. Majdnem eltűnt, láttátok? De a hatodik érzékével megérezte, hogy mi beleegyeznénk abba, hogy lógjon velünk. Tök összeillenének amúgy, olyan cukik, de felesége van. Jézusom, ne kiabálj már mély. Nagyon hangos volt a fülembe, hogy között szó. Bi.
Ez a kis postás néni nem annyira elégedett a munkájával. Nekünk még nincsen levelünk, úgyhogy király. Szegény csávont meg beengedtük, aztán nagyban kaksizunk a fejére. Kérdezzük a napjáról, ha már itt van. Úgyis, ha már befejezzük azt a study dolgot, legalábbis remélem, gossip about neighbors, do an impression. Ezt nem tudom, hogy már választottam-e. Ó, elmegy a felesége dolgozni, kitűnő alkalom, hogy lecsapjunk rá. Nem, amúgy nem. Mély nem ilyen. Volt már olyan karakterem, akit nem annyira zavart, hogyha valaki férnél van, vagy éppen nős, de mély nem az a karakter, úgyhogy egyelőre csak barátkozunk. Rolling Wise. Ez micsoda? Te a joke about ducks. Get to know. It's about career. Bár valószínűleg nincsen karrierje, ha még itthon van, míg a felesége dolgozik. Ó, oh, vegetáriánus. Discuss neighborhood changes. Ó, oh, de dolgozik. Szórakoztató iparban még hozzá a mindenit. Compliment outfit. Egész jól meg van csinálva ez a szín, még órája is van. Discuss color theory. Nem tudom kimondani. A deep conversation. Próbálom lehalkítani amúgy a fejhallgatómat, mert új fejhallgatóm van egyébként, eddig fülhallgatóm volt, és ezt nem szerettem. És ezen vannak gombok, amivel le lehet halkítani, de nem. Nem akar lehalkulni, szóval... ja. Kicsit most üvöltenek a szímek a fülemben. Tigress joke. Nem, legyen inkább... mit nem csináltunk még? Mindent csináltunk igazából, ami izgi. Talk about warm temperature. Jó lesz. Share photos. Ask about day. Olyan arik. Meg szeretem ezt az interakciót egyébként a Sims-ben, szerintem tök király. Ezért neked nem aranyosak. Ups. Olyan aranyosan mutogatják egymásnak a fotókat, tisztára az ilyen kis nagymamákra emlékeztetnek, akik mutogatják az unokáikról a képeket fűnek, fának. De most komolyan miért mutatná képeket a telefonodon egy random embernek? Bár előfordulhatnak olyan szituációk, mondjuk keresel egy állatot, és akkor láttad ezt a kutyát? Akkor esetleg vagy éppen egy rokonodat. Share ideas. Joke about politicians. Knock-knock joke. Discuss interests. Ah, itt van a felesége. Neki is bemutatkozhatnánk egyébként. Legyünk jobba a szomszédokkal, ez fontos. Remélem nem ment el sehova. Ah, jó, nem ment le. Tűrű! Discuss neighborhood changes. Get to know. Brighten day, heartfelt compliment, do an impression, ask about career, bár valószínűleg szakács, vagyis hát olyan ruhába ment el szerintem, legalábbis úgy nézett ki, úgyhogy talán az. Compliment art, ezek szerint ő is egy... ó, is vegetáriánus. De ez szerint az interakció szerint... ő is valami művész lehet. Mixologist. Oh, wow. Deep conversation. More choices friendly. Legyen. Complain about local youth. Oh, szia Mikó. Mikónak hívnak igaz? Csak úgy besétálsz. Hát jó. Kaptál kulcsot? Adtunk neked kulcsot? Igen, adtunk neked kulcsot. Oké, akkor ne zavartasd magad. Na, viszont most már kéne egy kicsit dolgozunk, szóval először is menjünk, vegyünk valami kaját magunknak itt az utcán, ha már ez az egyik kis életcélunk, order food. Mit nem ettem?
kettőnk, még szerintem szamonszát nem tudunk csinálni, aztán ki tudja. Egyébként tökre nem emlékszem, melyik kajákat fedeztük fel együtt, viszont arra emlékszem, hogy történt itt ez a kis tüntetés, illetve ez már valószínűleg egy következő tüntetés, és nagyon ki voltam bukva, mivel a Super Sim Challenge-ben évekbe telt, mire találtam egy tüntetést, itt meg 2 percenként tartanak egyet. Ami szerintem nem fair. Na de ilyen az élet. Mi megtennéd, hogy lemész kajálni, kérlek? Még mielőtt bezárnak egyébként. Amúgy tök szép ez a néni. Jéj, megérkeztünk! Jubz! Nem vettem a fáradtságot, hogy alkudjak. Szó-szó! Ó, cuki kisgyerek, nem tudom, hallottátok-e a hangját, de olyan aranyosan beszélt. Még mindig tüzet kapunk ezektől a kajáktól, és úgy látszik, hogy ez úgy beragadt a kezünkben. De nem, ennek a résznek most nem a ugyanaz lesz a címe, vagy nem a tűzköpéssel lesz kapcsolatban, remélhetőleg. Ó, oh, hello, itt egy sztár. Ki ez? Judith. Jól van. Na, most, hogy jól laktunk, visszajöhetünk, és folytathatjuk a munkánkat. Remélhetőleg ezek a freelance munkák nem járnak le úgy egyébként, tehát, hogy ezt értem, hogy akkor csinálod, amit akkor akarod, de hogyha én 5 hét múlva küldenék el valamit. Romance Festival is in town! Yay! El fogunk menni. Elhívjuk azt a vicces öltönyös figurát, azt a kritikust. Őt akarom összeszedni. Ez az, megtanultuk a szamonsza receptet. Ezek szerint eddig ez a második recept, amit megtanultunk, szóval annyira nem volt nagy esélyem, hogy pont azt válasszam, amelyiket még nem tanult, vagy amelyiket már megtanultuk. Igen, összebarátkoztunk Karennal. Hey neighbor, I'm bored. Of course you can come in. Na gyere be, agree to hang out. Mit kell még csinálnunk a munkahelyünkhöz? Freelancer? Create character concept. A create az nem volt ott, ezt én úgy ügyesen oda mondtam, mert arra számítottam, hogy az úgy adódni fog. És ők itt inkább egymással lógnak, ha már bekopogtak hozzám, nem baj. Igazi férj és feleség, irigylem a kapcsolatukat. Hogy egymással lógnak. Ki tudja, mióta házasok. Mondjuk lehet, hogy kb. 3 napja találkoztak. És mindent tettek, hogy ezt házasodnak. Amúgy nem terhes? Úgy tudom, hogy terhesen szokták elhelyezni a játékban. De aztán nem tudom. Figyú, csinálj még egy ilyet, légy szíves közben. Ah, megtanulok eskü szimlisül beszélni, olyan aranyosak. Aztán el kell küldenünk a megrendelőnek ezeket a koncepciókat, hogy jóvá hagyja. Irigylem a sapidat, Mikó. Szó-szó. Na. Lassítotok minket a munkában. Hé, csajok, please. Na jó, tudod mint ne beszélges. Mi? Te most itt flörtöltél? Wow. Na, egy kicsit haladjunk ezzel a munkával. Légy szíves, mely. Sikerült? Király. Küldjük el approval-tatni. Amit nem tudom, hogy kell így. Ah, oh, amire kell csinálni. És ez? Ezt elfogadtak? Nem egy... De egyet elfogadtak, király. Menjünk el megint mosdóba, és el kell mennünk a Romance Fesztiválra, arról nem akarok lekésni, de sajnos nem állunk túl jól a szükségletekkel, és félek, hogy a Romance Fesztivál véget fog érni, mielőtt elmegyünk, sőt. Tuti, hogy véget fog érni, mielőtt elmegyünk. Mikor szokott vége lenni? Éjfélkor? Vagy nem tudom megnézni itt. Ha, de, meg tudom nézni. Ups, most mindenki megsüketült. Hajnali egyik tart, szóval nem fogunk odaérni. Szívás.
Pedig elhívtam volna a kis kritikus bácsit, hogy jöjjön el velünk romance fesztiválozni. Na mindegy, majd legközelebb. Legalább befejezzük a munkánkat. Szomorú. Kitakarítasz nálunk, Mikó igazi barát vagy, mondjuk, hogyha már egyszer kaptál kulcsot, és félig itt éled az életedet, ez a minimum, igaz? Hey! Mondjuk azt nem engedtük meg, hogy számítógépezz nálunk. Amúgy tudjátok, mi lenne király funkció a Sims 4-ben, hogyha lehetne jelszót rakni a számítógépre, és meg lehetne mondani, hogy a háztartásból kik tudják az adott jelszót, vagy úgy egyébként az ismerősök közül, és akkor akik átjönnek gépezni, Sims-t megpróbálhatnak belépni, de nagy eséllyel nem tudnának. És akkor nem lenne mindig az, hogy átjönnek a szimek, és csorják a netünket, meg a gépünket, meg ilyesmi. Megint elromlott egy neon valahol. Bizony. Ez az opás, ez mindig elromlik. Most nem kapcsoljuk be, csak hogy ne romoljon el. Úgyse játszunk fallal fönt, mert mint hogy úgyis mindig háromnegyeden vannak a falak, úgyhogy nem látszik. Szívás, hogy el tud romlani. Vajon gyakran romlanak el a neon kis feliratok a való életben? Szerintem nem amúgy. De nem tudom. Még sosem volt neon feliratom. De akarok egyet. Nagyon menő lehet. Legalábbis nem is menő lehet. Az. A neon feliratok menők. Persze nem kell túltolni. Meg valami jó dolgot kell kiírni velük. Na, menjünk le enni. Hol vannak a kajásbódik? Arrébb rakták őket. Order food. Wow, mennyi cucc. Taquitos. Úristen, jól hangzik. Empanadas. Nem tudom, mink ezek, de annyira jól hangzanak, hogy megenném őket. Chicken burrito. Spinach wrapped veggie burrito. Tomato wrapped veggie burrito. Bean and cheese burrito. Úristen. Annyira jó kajak. Együk a legolcsóbbat. Ilyen sokáig szenvedtem, míg végül a legolcsóbbat választottam. Tudhattam volna egyébként, hogy azt fogom választani. Flea market is in town! Úristen, most jön a flea market. Megkaptuk a kajánkat, akkor király. Elég érdekes a szakállat, haver. Na, nézzük, mire lehet lecsapni a flea marketben. Csinálhatnánk valami menő graffitit oda. Csinálni is fogunk. Ez lesz a következő teendőnk a sorozatban, és tök jó zene van itt amúgy. Ki játszik? Valaki játszik gitáron, nem? Honnan jön a zene? Most közel vagyok a zenéhez. Innen jön a zene? Szerintem innen jön a zene. Tök fura amúgy, mert nem szoktam hallani ezeket amúgy a játékban. Egyáltalán. Szóval a kis fülhallgatom elég gagyi volt, és most mindenfélét hallok, és nagyon fura, ezt megvesszük. Meg ezt is megvesszük. Minden quirky dolgot meg fogunk venni, veszünk hozzá egy hozzáillőt is. Kell nekem ez a lámpa is, kell nekem ez is. Úristen, mennyi pénzünk van, elverjük az összeset, ez is kell. Innen is vegyünk lámpát. Vegyünk. Nem látom, hogy honnan jön a zene, csak hallom a zenét. De nagyon jó a zene, úgyhogy én élvezem. Mit akartam csinálni? Egyrészt dolgozni. Onnan jön a zene valószínűleg. Meg onnan. Na. Megtaláltam, király. Szupi. Ismerkedjünk. Kik ezek a sok-sok emberek? Ismerkedjünk össze velem, vagy... Nem, mert én a kritikus csávót akarom összeszedni. Hívjuk át. Invite to hang out at current lot. Mindjárt kiderül, hogy átérne. Vagy most már áthívtuk Diego-t, még nem graffitiztem.
Mindegy, arra talán később is sor kerülhet. Egyébként ide fog feljönni valószínűleg. De nem tudom. Nem akarok lemaradni róla. Azt mondta, hogy átjön. Diego! Diego! Hol vagy? Gyere már! Itt vagyok a Free Marketen. Free Marketen, hagyjatok békén. Hello! Hol az a csávó? Te ki vagy? Veletek? Lehet, hogy ő az. Jézusom, inkognitóban jött. Le akar rázni minket. Hogy nézel te ki? Kérem vissza az öltönyedet. Milyen hangod van? Gossip. Dög-dög! Right day. Megdicsérjük az outfitjét. Csak úgy poénból. Romance. Kérdezzük meg, hogy szinglie. Ó, oh, hát headed. Joke about politicians. Az a járás, Istenem. Nem mer lerázni minket. Ne. Menni fog ez nekünk mély. Szedd össze magad. Azt mondja, hogy romance pick-up line. Aztán reméljük, hogy amúgy szingli. He's single! Romance. Compliment appearance. Miért ne? Suggestive conversation. Exchange numbers. Flirt. Hold hands. Na, miért nem megy fel a romantikus kis vonalunk? Blow a kiss. Kiss hands. Na, végre. Szó. Sexy pose. Ó, ne, ezt ne csináld. Oh, first kiss. Még legyen egy embrace. Aztán egy first kiss. Úgy gondolom egyébként, hogy Diegohoz egy ilyen művészlélek csajszí illik, mint amilyen mély, meg ilyen modell típusú. Csajszí. Kár, hogy belemásznak a képbe itt ezek a szímek. És... Ami még nagyobb kár, hogy a háttérben nem éppen jól nézett ki az apartmanunk. Diego egy kicsit meg van lepődve. Tudjátok mit? Így, és akkor senki nem tudja, hogy Diegóról van szó. Nem, mint hogyha azok, akik sokat játszanak ezzel a játékkal, nem ismernék fel ennyiből, de nem baj. Azért lehet trükközni. Oké, bocsánat, hogy megszakítottam a nagy romantikus pillanatot fényképezgetéssel, whisper seductively, kiss, ask to be boyfriend. Mondjuk egy kicsit a barátság vonalunkon is dolgozhatunk. Try for baby, nem korai ez egy kicsit. More choices, romance. More choices. Woohoo! Futás, woohoozni. Látjátok, nem is kellett a Romance Festival. Ahhoz, hogy elcsábítsuk Diegót. Na, még a végén tényleg futnak woohoozni. Pedig csak vicceltem. De nem baj, hogyha sietnek egy kicsit.
Ó, és Diego-nak tuti tetszene a lakásunk. Nagyon kis művészi. Mondjuk az ő... Ó, tönkrement az a neon is. Szuper. Szóval az ő lakása egy kicsit tip-top a miénkhez képest. Break out the candles. Make it romantic. Replace. Ó, oh, mik ezek a hangok, szímek? Please. Gyerekek is néznek. Na, ezután elmenjünk mosdóba, hogyha már itt vagyunk a hálószobába, akkor itt. Opi. És veszünk egy rózsaszírmos fürdőt. Mert ez nagyon jól hangzik. Jézusom, meddig csináljátok még? Oké. Okay. Jó. Tényleg hallok olyan dolgokat. Az új fejhallgató valamit eddig nem. És nem hiányzott. Ja, Isten. De szerintem a videókban nem szokott nagyon hallatszani. Úgyhogy nem olyan gáz, hogy már csak én hallom. Mondjuk, hogy én sem hallottam eddig. Nagyon-nagyon tud élni mély, úgy érzem. Igazi városi lány. Független, önálló. És faj az életet, és nem érdekli semmi. Azt mondja, hogy lent kell kajálnunk, mert össze kell gyűjteni a kis recepteket, mit tegyünk most. Mi van nyitva? Inkább ez az első kérdés, order food. Nem tudom ezek még, de nagyon szexik, együnk ilyet. Most a legdrágábbat tesszük, csak hogy ne legyek annyira kiszámítható. Biztos mindenki meglepődött. Így kell feldobni az adott videót. Nagyon nem. Mi van rajtad? Ja, jó, ezt a ruhát én adtam neked. Azt hittem valami random ruhát vett fel, de nem. Csak már elfelejtkeztem róla, hogy minket kapott. Ebből látszik, hogy régen játszottam utoljára. Tetszik a tetkója a csajnak. Kéne csinálhatnunk tetkót. Mének? Nézzétek ezt a kínos mosolyt. Aha, te mondod. Szerintem nem akar tetkót. Vagy csak erre a csávóra reagált. Nem lehet tudni. Menjünk vissza a barátunkhoz, aki még valószínűleg itt lebzsel valahol. Azt hittem, itt hagyott minket. Give apartment key. Akkor jöhet be, amikor akar. It's game night. Oh, Miko is akkor jöhet be, amikor akar, úgy látszik. Mi ez rajtad? Nem furi ruha van rajtad. Nem tetszik a harisnyád. Na, viszont nekünk dolgozni kell. Így is, úgy is. Úgyhogy... Nothing needs. Oh. Miért? Már megcsináltuk? Meg kijavítottuk? Lehet, hogy le vagyok maradva egy kicsit. Oké, okay, akkor lehet, hogy elfelejtettük elküldeni. Előzőleg, nem tudom, fogalmam sincs. Őszintén. Milyen fesztivál van, még mindig a Free Market? Szerintem még mindig a Free Market van. Amúgy... Ah, valószínűleg... Nem mindegy. Igen, egy óra múlva fog véget érni a Free Market. Ó, oh, ezek szerint ez nem éjszaka van, ez napközben van. Azt hittem, mindegyik ugyanolyan időpontban van. Persze átjöhetsz, itt már egy kisebb rave party van, mindenki itt topzódik a lakásunkban. Egy kicsi túlzással. Na. Mit csinálunk ezután? Elküldjük megint jóváhagyásra a képet, amit készítünk. És aztán fogalmam sincs, keresünk valami új melót. Jaj, sikerült. Ó, oh, oh. Hello, egy kicsit fogjátok vissza magatokat, köszi. Elégedettek voltak a munkákkal, tök király, kaptunk egy csomó pénzt, és nézzük, hogy mit lehet még csinálni. Milyen munkáink lehetnek, miért csak ennyit? És miért ennyiért? Hello. Nem tetszik ez nekem. Nem mindegy. Már tök jól haladtunk a munkánkban, nem? Ha. Mi? Az előző alkalommal is egyes szinten voltunk. Én ezt zavarodtam. Mindegy, a skillünk az biztos, hogy király.
painting 8-as szint, úgyhogy egy kicsit aljamunkának érzem ezt a 180 szimóleonos munkát, de mindegy, ez van. Viszont elérkeztünk ennek a résznek a végére, itt hagyjuk a kis partizó szomszédokat és az alvó mét, találkozunk legközelebb, de addig is legyetek jók, sziasztok!